Köszöntöm nézőinket, mai vendégeink Fekete Kálmán, illetve Néma József itt a stúdióban. Devizahitelesekről beszélgetünk, és hát egy picit zavarban van az ember, hiszen évekkel ezelőtt készítettem utoljára a riportot ebben az ügyben, vagy ebben a témában, és hát az emberben az van, hogy mintha ez a dolog már nem lenne probléma, megszűnt volna, orvosolták volna, és hát sokakban van talán ilyen tévképzet. Viszont önök most azt mondták itt a beszélgetés előtt, hogy ez nem igaz. Mi a valós helyzet tehát? Hát igazából semmi nem oldódott meg ezen a téren, bár a kormány ezt publikálta, ugye volt forintosítás és egyebek. Ma ott tartunk, hogy ugyanaz a súlyosabb a probléma. Ha számokat kellene mondani, több mint 800 ezer család vár kilakoltatásra emiatt, több mint 1.700.000 pert kellene indítani ahhoz, hogy valami történjen, nem biztos, hogy nyerő lenne. Tehát borzasztó a helyzet, az emberek valóban kicsit belefásultak, még azok is, akiket súlyosan érült, elkeseredtek, reménytelenek, és próbálnak mindenféle, ugye látjuk a tévében, hogy tüntetnek, bankokat teleplakátoznak, erre-arra felszólítják az embereket. Mi nem ezt a megoldást tartjuk célra vezetőnek. Bírósági út? Hanem azt, igen, azt, hogy azt elérni, hogy az igazság a hatályos törvények és jogszabályok alapján működjön az igazságszolgáltatás. Ezért szövetkeztem én össze, nagy hálával és köszönettel Néma József úrral, akivel körülbelül most már mennyi, 8 éve vagy kapcsolatban, vagy több, aki hónapokat, éveket, nappalokat, éjszakákat tölt azzal, hogy kutatja a hatályos jogszabályokat, és már eljutott odáig, hogy most már őt felkérik és elfogadják bíróságon szakértőnek. Hogy miért, ezt majd elmondja. No, ha már bíróság, ha már perek, azért itt alakultak pertársaságok, azért a kormányzat, illetve hát a parlament hozott döntéseket. Vannak itt jogszabályok pro, kontra, össze-vissza, viszont a laikus ezt át se látja. Ön mi a tapasztalata? Ön mit gondol ezekről a lépésekről, illetve mi az a legnehezebb, amit bizonyítani kell a bíróságokon? Nekem az a véleményem, hogy elsődlegesen a szó szerint a kezdettől kellene kiindulni, hogy mi a devizahiteleseknek most a fő problémája. A devizahitelesek becsapva érzik magukat a következők miatt. Ők gyakorlatilag ugye azért fordultak a pénzintézetekhez, egyéb pénzügyi vállalkozásokhoz, hogy azok részükre pénzkölcsön nyújtsanak. Na most a pénzkölcsön nyújtásnak megvan a maga törvényi definíciója, ugye ami nem más, mint hitel, illetőleg kölcsönszerzés alapján a pénzösszeg adós rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós köteles a szerződés szerint kamat ellenében visszafizetni. Na most ebből kiindulva, ugye könnyen meg lehet az vizsgálni, hogy a deviza alapú hitelkonstrukció esetében csupán pénzkölcsön nyújtásról van szó, vagy másról is. Tehát ki kell abból indulni, ugye, hogy gyakorlatilag a jogszabály szerint a pénzkölcsön nyújtás, amit ugye előbb említettem, hogy a hitelező egy bizonyos összeget az adós rendelkezésére bocsát, ő azt köteles visszafizetni. Na most, deviza alapú hitelkonstrukció esetében azt fizettetik vissza az adósoktól, azt a pénzösszeget kamatostól, amit ők kaptak? Nem. Hát ők eleve forintba kapták a hitelt. Ők eleve forintba kapták. Csak hát a hitelnek a kamatait kötötték külföldi devizához. Gyakorlatilag itt az árfolyam változás, igen, amelyikről nem kaptak megfelelő tájékoztatást az ügyfelek, és én erre azt mondom a kúria szavaival élve, hogy az általánosan tájékozott ügyféltől nem várható el az, hogy néhány sorból ő fölismerje azt, hogy gyakorlatilag most ő vele mit irattak alá, tehát hogy milyen kockázatot vállalt akkor, amikor ezt ugye aláírta. Na most én már azt elmondtam több helyen régebben is, hogy ezek a szerződések bizonyíthatóan jogszabályba ütköznek, vagy a jogszabály megkerülésére jöttek létre. Mire alapozza ezeket?
ezeket. Mire alapozza ezeket? A következőre alapozom, hogy a hitel és pénzintézeti törvény egyértelműen kiírja az, hogy a pénzügyi intézmények kötelesek meggyőződni a kihelyezés megalapozottságáról, tehát ugye konkrétan arról, hogy a jövendőbeli adós, ugye a kedves ügyfél képes lesz-e a törlesztő részletek megfizetésére. Na most, ugye a deviza alapú hitel konstrukciónak ugye hát az a jellegzetessége, hogy a adós által fizetendő összeget, se a törlesztő részletet, ugye se a visszafizetendő teljes összeget, a szerződéskötés időpontjában ezt nem lehet meghatározni, mert ez az árfolyam változásnak a függvénye. Na most, akkor itt figyelembe kellene ugye venni olyan dolgokat is, hogy megítélésem szerint nem jogszerűen jártak el a pénzügyi intézmények, akkor, amikor az adósokat hitelképesnek minősítették, mert ha nem tudták azt, hogy majd mennyit kell az illetőnek fizetni 2 hónap, 3 hónap múlva, nem beszélve arról, hogy több év múlva, hogyan tudták azt megállapítani, hogy a kedves adós képes lesz arra, hogy ez visszafizesse. Na most itt nagyon el vannak keseredve az érintett ügyfelek, mert a kúria ugye 2014-ben azt mondta a jogegységi határozatában, hogy az árfolyam kockázat ugye alapesetben felső korlát nélkül, tehát az adósra terhelhető. Na most itt kérdőjeleknek a sora jön elő, ugye először is akkor azért, mert a szerződés megkötésekor hatályos polgári törvénykönyvnek van egy olyan rendelkezése, amelyik azt mondja, hogy a lehetetlen szerződési feltétel semmis. Na most kérdem én, az nem lehetetlen szerződési feltétel, hogy valakire olyan fizetési kötelezettséget akarunk ráterelni, aminek nincs felső határa? Hát mindenkinek a fizető képessége véges. Tehát itt jön be ez, hogy szerintem megalapozott, hogy a szerződés jogszabályba ütközik, mert hát ugye lehetetlen szerződési föltétel az árfolyam kockázat, felső korlát nélkül adósra terhelése. Ezt a bíróságok miért nem látják? Vagy a legtöbb ítéletben miért nem ezzel érvelnek, és miért nem mondják azt, hogy ott akkor semmis. A keresett levélben mi hosszú évek óta hivatkozunk ilyenre. Erre azt a választ szoktuk kapni, hogy nem lehetetlen teljesítésről van szó. Én úgy érzem, hogy ilyenkor, ahogy szokták mondani, elbeszélünk egymás mellett, mert én nem azt mondtam, hogy lehetetlen a hitelező részéről a pénzösszeg rendelkezésre bocsájtása, tehát, hogy hanem az adósnak a visszafizetési kötelezettségnek a teljesítése. Az lehetetlen. Na most, ugye ilyenkor mindenki gyakorlatilag a pórul járt adósokra mutogat, mármint az illetékesek, mondván azt, hogy volt egy kockázat föltáró nyilatkozott, ahol a kedves adós kijelentette, hogy tudomásul vette azt, hogy az árfolyam kockázat teljes egészében őt terheli. Én ezt tisztességtelennek tartom, ugye egyszer azért, mert ezeknek az árfolyam kockázatoknak tehát a tartalma azért nem ad megfelelő tájékoztatást, mert ha valaki megfelelő tájékoztatást kapott volna, és konkrétan beírják a szerződésbe azt a tájékoztatás részébe, hogy kedves adós, ide figyelj, előfordulhat az, hogy az árfolyam kockázat finoman szólva úgy elszáll, hogy te nem leszel képes a törlesztő részletek megfizetésére, akkor viszont azzal szembesülsz, viszik ám a házadat, vihetik az autódat, meg a horgászbotodat, meg bármit elvihetnek, tehát ingó és ingatlan vagyon, akkor szerintem azért elgondolkodtak volna a kedves adósok, és akkor lehet, hogy mégis a forint alapú, bár magasabb induló kamatú hitelkonstrukció mellett döntöttek volna. Mert azért én mindig azt mondom, hogy én legalábbis egy biztos dolgot egy bizonytalanért nem cserélnék föl, és ez teljes egészében bizonytalan. És én nagyon szerettem volna fölvetni illetékeseknek azt a kérdést, és
Kálmán barátom már próbálkozott is ezzel, hogy én erre lehetőséget kapjak, hogy valójában milyen meggondolásból dobták piacra, finoman szólva, ezt a devizalapú hitelkonstrukciót. Magyarul kinek az érdekeit? Kinek az érdekeit szolgálja ez? Mert egy biztos, hogy nem az adósnak az érdekét szolgálja. Itt gyakorlatilag a bankoknak, nem csak a bankoknak, tehát összességében pénzintézeteknek kötelességük egy úgynevezett kockázatelemzés. Na most, ha úgy ítélték volna meg a dolgot a kockázatelemzés folytán, ugye annak olyan eredménye lett volna, hogy hát vigyázni kell gyerekek, mert a forint majd fölértékelődik, akkor viszont ugye annak az lett volna a következménye, hogy maga a bank nem kapta volna vissza azt a forint összeget, amit kihelyezett, akkor ezt a hitelkonstrukciót biztos, hogy nem engedték volna piacra kerülni. De ugye ez egyértelműen látható volt, erre vannak bizonyítékok is, a különböző ilyen, ezek a bétellemzések, amik azt mondom, tehát, hogy az adatokat szinte forintra pontosan bizonyítják, amikor évekkel ezelőtt kihozták, hogy hogyan alakulnak most várhatóan az árfolyamok. Tehát igenis a hitelezőknek azért tudatába kellett annak lenni, hogy ezen csak az ügyfelek veszíthetnek. Tehát ők nem. Mégis mi lett a megoldás? Tehát azért egy idő után már szerintem normális esetben mind a két fél arra vágyna, hogy valahogy rendeződjön ez a dolog. Vagy éppen az van, hogy a hitelező oldalon az van, hogy maximáljuk azt a profitot, amit csak lehet, kisajtoljuk az utolsó fillérig az adósból, vagy pedig valahogy rá lehet őket venni arra, hogy egy értelmes kompromisszumot kössenek? Hogy látja? Vannak olyan esetek, hogy úgy mondom, hogy tehát tisztességes egyességi ajánlatokat lehet kötni. Már kedves ügyfeleknek azért azt mindig el szoktam mondani, hogy azért egyet figyelembe kell nekik venni, hogy úgy igazán jól ezekből az ügyletekből nem lehet kijönni, mert nem lehet, viszont azért nekik is mérlegelni kell, tehát, hogy kevésbé rosszat kell választani. Az elmúlt egy évben én nem mondhatom meg most, hogy melyik ilyen követeléskezelők voltak, meg maguk pénzintézetek is, meglepően jó egyességi ajánlatokat kötöttünk. Például a tavalyi évben volt olyan, hogy 38 milliós követelést leengedtek 17 millió kettőre, akkor ugyancsak 35 milliót szintén így ilyen körül leengedtek. Akkor ebben az évben több volt ilyen, úgy mondom, autós hitel, ahol például szintén a tartozásnak megközelítőleg a felét elengedték. Itt béke és barátság, és ráadásul ugye az az érdekessége a dolognak, hogy itt volt olyan is, hogy már vesztes per után próbáltunk megegyezkedni. És ez viszont meglepő volt, amikor ez az illető cég 3 millió körül volt a követelés, ez az év első felébe történt, és akkor adtunk 1 millió 500 ezer forintra egyességi ajánlatokat, hogy havi 40 ezer forintos részletekbe tud a kedves ügyfél fizetni. Itt ugye őt már elmeszelték első fokon is, és egy-két hét múlva felhív az ügyfél, és mondja nekem, hogy baj van, mert hát nem fogadták el az egyességi ajánlatot. Ez csak azért úgy zárójelben megjegyzem, azért vannak érdekes ügyfelek is. Mondom, és mi a probléma most? Ezt elutasították teljes mértékben, vagy pedig ők mondtak egy összeget? Hát mondtak egy összeget, mondom, és az mi? Hát, hogy 1 millió 600 ezer. Na mondom, ezt nagyon gyorsan írja alá ezt a megállapodást, mert ugye 3 milliós követelésnél mi 1 millió 5-öt ajánlunk, ők 1 millió 6-ot elfogadnak, tehát nincs miről beszélni. Így van. Viszont sajnálatos módon ugye vannak olyan esetek, hogy több milliós követelésnél bármilyen nevetséges 100-200 ezer forintot akarnak elengedni, és általában azok a cégek, ahol a leggyengébbek a szerződések, a legjobban támadhatók. Tehát valahogyan
a kedves adósok azt érzik, mintha ezek mögött, a cégek mögött lenne valami erő, hogy ezek nem akarnak megállapodni, holott kockázat föltáró nyilatkozat nem volt, a kölcsönszerződés nem tartalmazza a kamatot, ugye, ami önmagában semmiségi ok, ennek ellenére megy a civakodás, a pereskedés, és állítják a végtelenség, hogy az ő szerződésük jó, és szerencsére, mondom, eljutottunk úgy odáig, hogy volt olyan eset, hogy a bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki, és akkor az viszont megállapította, hogy valójában, tehát a kamat nem kiszámítható, ugye semmiségi ok, minden bizonyítható. És akkor ott és mi azt ott megnyertük, igen, semmis lett a szerződés. Tehát akkor vannak sikerek, de azért még mindig óriás ez a probléma, és akkor itt Fekete Kálmánhoz fordulok. Mi lehet a háttérben? Én is többször beszélünk az a Jószkávas Mácsak, hogy valóban mi lehet itt a háttérben, mi az a szörnyű dolog, ami miatt nem tudunk előre lépni, miközben a szomszédos országban részben vagy egészben már megoldották, ugye sorolhatnánk Horvátország és Szlovénia, Szlovákia, Lengyelország, de már Románia is, már a Balkánon is, mert rájöttek egy valamire, amire véleményünk szerint itt nem jöttek rá. Itt most túl azon, hogy hány ember pusztult már bele, eddig több mint 4000 lettek Magyarországon öngyilkosok. Túl azon, hogy ezek az emberek örök életre megkeseredtek, de a pénzintézetekre is nagyon rossz fényt vetít. Hát bizalomvesztésről van szó, hát az a több millió ember, aki devizahitelből valahogy kimászott, vagy belepusztult, vagy még nem mászott, soha a büdös életben nem fog pénzt felvenni, inkább gyalogjár, vagy egy használt rabantot, de nem fog, mert félnek. Mert, és gyűlölet van a pénzintézetekkel szemben, nem szabadná, a pénzintézetek, a bankok azért vannak, hogy a gazdaságot erősítsék, nem azért, hogy a lakosság szemében gyűlöletet keltsenek. Tehát ez egy óriási probléma, erről keveset beszélnek. Itt találkoznak és surrolják egymást az összeesküvés elméletek és a valóság. Ugye többször olvastuk, már hallottuk, egy közismert ellenzéki politikus egyébként már régóta foglalkozik azzal a bizonyos EBRD megállapodással, amit annak idején a magyar kormány kötött az EBRD-vel, mert állítólag államcsőd közeli helyzet volt. Lehet, hogy így volt, de az mi közünk nekünk? Miért mi mentsük meg? Hát állítólag szintén egy ilyen ellenzéki politikusok szerint, aki utána járt, hát több száz, akkora tartalékok, százmilliós, milliárdos tartalékok vannak a bankoknál, amelyekből szerintük ezt a problémát egy tolvonással meg lehetne oldani, ha akarnák. Ennyire egyszerű lenne? Tényleg egy tolvonás? Vagy, igen, vagy mi lehet? Igen. Itt a következő, nekem az a véleményem, és ez most már tehát régóta így van, hogy nem peres úton kellene ennek a problémának a megoldását megkísérelni. Ugye ez hát azért se szerencsés, mert ugye a bíróság, már ezt szerintem említettem, hogy tehát nem rendelkeznek a deviza hiteles jogviták eldöntéséhez szükséges szakértelemmel, mert itt a jogi szakértelmen kívül ugye más szakmai ismeretekre szükség van, a hitelintézetek, szakismeretek, fogalmak, matematikai ismeretek, ugye esetleg képletek átrendezése, képleteknek a megfelelőségének az elbírálása. Én azt mondom, hogy nagyon egyszerűen meg lehetne ezt a dolgot oldani a következő képpen. Egy új elszámolási törvényt kellene, aminek az lenne a lényege, hogy az ügyfélnek folyósított pénzösszeg az képezze a kiindulásnak az alapját, és ugye mivel ez az esetek túlnyomó részében forintösszeg volt, mert azért léteznek devizába folyósított deviza alapú hitelek is, de most abban nem menjünk bele, tehát gyakorlatilag forintot helyeztek ki, akkor a forint alapú hitelkonstrukcióhoz kapcsolódó tisztességes kamatokkal számoljunk el, hogy kedves barátom, neked lakáscélú kölcsönöd volt, ott ugye kedvezőbb a kamat, mint egy szabad felhasználós, akkor veled ilyen százalékos kamattal
megcsináljuk az elszámolást, és akkor majd meglátjuk, túlfizetté, vagy pedig tartozásod van. Ha tartozásod van, akkor természetes, akkor adunk arra lehetőséget, hogy ezt megfelelő részletekbe a visszalévő követelést kiegyenlítsed. Így gyakorlatilag azt mondom, hogy a bankok is ott lennének, hogy meg lenne a tisztességes hasznuk, ugye mind a forint alapú hitelkonstrukciónál, és a kedves ügyfélnek is azt tudomásuk kellene venni akkor, hogy a forint alapú kamatok valamivel magasabbak, de az árfolyam kockázat nem lenne rájuk terhelve, és így nagyon jó kijönnének, hát én nem egy ilyen számítást végeztem már, de valahogy ezt nem tudom miért, ezt nem akarják, ezt a fajta elszámolást megejteni. Pedig a józanész is ez diktálna, nem? Hát, ez diktálna, mert elhúzódó ügyből ki jár jól? Senki nem jár jól, egyik fél hát sem. Senki nem jár jó, mert itt szerintem tehát a bíróságokról nagy terhet vennének le itt akkor egyszer ezekkel, mert ugye nagyon sok olyan per van, másfélnegi per, ami nagyon elhúzódik, mert a bírók nagyon le vannak foglalva, ugye a bíróságnak is megvan a maguk gondja, baja, és nem értem, hogy ezt miért nem akarják ezt az új elszámolási törvényt ezt megcsinálni. Ez lenne tisztességes. Én azt mondom, hogy eltekintünk attól a jogszabályoktól, tekintsünk el, hogyha a szerződés érvénytelen, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a jegybanki alapkamattal kellene elszámolni, viszont ez sorra bedönteni a pénzintézeteket. Itt most nem arról van szó, hogy most valakit sajnál. Azt mondom, maradjunk meg a realitásuk mellett. Én fölvettem 3 millió forintot, azt tisztességes kamatokkal akarom visszafizetni, és kész. Nem kell itt okoskodni, hogy a banknak ilyenkor csak a jegybanki alapkamat jár, ugye, ami jóval kevesebb, hát akkor ez tényleg katasztrófát okozna. Hát bonyolult az ügy, még olyan egyszerűnek is tűnik de egyik oldalról. A lényeg az, hogy él a probléma, létezik ez a probléma, a politikának is van szerepe, viszont nem jó egyik félnek sem ez a hosszú elhúzódó pereskedés, de hát az országnak sem jó szerintem, a közigazgatásnak sem, a bírósági rendszernek sem, senkinek nem jó. Fórumot viszont tartanak ebben az ügyben, ahogy hallom, mikor és hol. Igen, hát nagyon régen, talán 8 éve volt egyetlen fórumunk, amikor megalakult ez a Patacsi, előbb pertársaságnak hívtuk, most már csak egyesületnek, és bármilyen reménytelen a helyzet, bármilyen, ugye a Facebook, az interneten lehet olvasni a legkülönbözőbb, és teljesen rossz, buta és rossz, mert a félelemtől már az emberek megmondottak kommenteket. Mi azt mondjuk, hogy nem remény, sosem vesztjük el a reményt. Nem reménytelen a helyzet. Tartunk egy fórumot, ugyanígy Néma József úrral, és még lesznek egyéb meghívott vendégek is a Pécsett a Korzóban, mert azt szeretnénk, hogyha ezt a témát, amit Jóska itt csak megpendített, ezt részletesen kifejtve, egy kicsit megnyugtassuk az embereket, hogy de igenis van remény, türelem kell, nem tüntetünk, nem kiabálunk, hiába utcára nem érdemes kimenni, bár egyszer azt mondta, annak idején fönn voltunk Áslernek az első tüntetésén, ahol kijött a parlamentből egy politikus, azt mondta, hogy hát miért nem vagytok 1 millióan? Na most akkor azonnal lép a kormány. Hát tudjuk, hogy Magyarországon ez lehetetlen. És nem azért, mert a magyar nép birka lenne, vagy tunnyat lenne, hanem mert dolgozik a megélhetésére, és nincs ideje 1 millió embernek fölmenni Pestre és ott tüntetni. Az sem biztos, hogy jó. Nem. Legyen ez törvényes úton megoldva. Még arra visszatérve, hogy lesz egy fórumunk november 28-án, amire nem csak a károsultakat várjuk, vagy a devizahiteleseket, hanem minden érdeklődőt, de még küldünk meghívót a bíróknak, ügyvédeknek, jogászoknak és esetleg végrehajtóknak, hát ha olyasmit fognak hallani, ami hasznos lesz nekik. Ez egy jó kezdeményezés szerintem, és hát tényleg, hogyha esetleg a jogászok oldaláról is valaki megszólalna, tehát nem úgy, mint egy perben, hanem mint egy szakértő, és tényleg elmondaná az ő álláspontjukat, mert hát az is szerintem sokat segítene. Nem csak a harc lenne itt a tárgyalótermekben, hanem valamiféle
párbeszéd kezdődne. Hát elénekelhetnénk, hogy ez a harc lesz a végső, de nem akarunk harcolni, nem így, nem fegyverrel akarunk és erőszakkal. Vannak hatályos és érvényes magyar jogszabályok, Jóska hónapokon keresztül ilyen tucatnyit kigyűjtött, csak ezeket kéne alkalmazni. Legyen így, én sok sikert kívánok ez a fórumhoz, és hát további erőt, kitartást ezekhez az ügyekhez. Szerintem találkozunk még. Köszönöm, hogy itt voltam. Köszönöm szépen. Nézőknek köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, minden jót.